Megérkezett a Marvel moziverzum legerősebbnek titulált szuperhőse, de hogy ő a legjobb is, az kritikánkból kiderül. A nemes harcosok a csatasorba állító Kree faj háborúban áll az alakváltó és emiatt nagyon veszélyes Skrullokkal. Egyik különleges egységük, a Star Force azt a feladatot kapja, hogy szabadítson ki egy kémet az ellenséges vonalak mögül. Ennek a csapatnak a növendéke a Brie Larson által játszott Virs is, aki végre éles bevetésen próbálhatja ki különleges erejét, ám a küldetés gajra megy, és Virs a földön köt ki, ahol egy aktatologató ügynök egy bizonyos Nicholas Joseph Fury oldalán megtudja, hogy ő maga is a földről származik, úgyhogy elhatározza, hogy kideríti, ki is az a Carol Danvers, aki valaha volt. Nehéz lehámozni az előítéleteket a Marvel kapitányról. A film születését elősegítő trendektől a címszereplőt alakító Brie Larson több nyilatkozatáig mindent alaposan átitatott a politika, ami mögött, mint általában ezúttal is gazdasági érdekek rejtőztek. És mint általában bármi, aminek köze van a politikához, hát ez is két részre osztotta az embereket, és jelen pillanatban szinte többen foglalkoznak a filmet övező sallanggal, mint magával a filmmel. És ennek a Marvel Studios igazából örülhet, ugyanis a Marvel kapitány, mint film, nem mondható igazán jelentős mérföldkőnek a stúdió és az ő szuperhős univerzumának történetében. Ó, persze vannak itt is olyan lépcsőfokok, amikre most először lép fel a Marvel, és ezekre szükség is van, hisz az egy helyben toporgás nem vezetett volna bő 10 éven és több mint 20 filmen át tartó, egyre feljebb és feljebb ívelő sikertörténethez, de ha azokat a first-öket, mint a női főhős vagy a választott korszak kivonjuk a filmből, akkor csupán egy olyan vázat kapunk, amire maga a Marvel is sokszor építkezett már. De talán mégsem csak a bejáratott formulákra fogunk emlékezni a Marvel kapitány kapcsán. Ott van például a setting, és nem csupán a 90-es évek meghatározó filmjeinek, zenéinek és öltözködésének felvonultatására gondolunk, hanem az akkoriban divó zsánerekre is, melyekből a film olyan nagy étvágyjal merít. Alapvetően a Marvel kapitány egy hover zsaru film, és Samuel L. Jackson, mintha az élet mindig drága és az utánunk a tűzöző nagyszájú mit keresek én itt figuráját játszaná újra, kiadós Roger Mordo kezelésnek alávetve. Szóval ő aztán igazán otthon érezheti magát ebben a filmben, és azon se akadt fenn, hogy karaktere nem nagyon emlékeztet a későbbi, egészen más ligában játszó Nick Fury-ra, de igazából ezt a néző se bánja. Ugyanis remek párost alakítanak Brie Larsonnal, aki egy olyan lobbanékony és flegmonőt alakít, aki néha még a barátait is idegesíti forró fejűségével, és aki olyan magabiztos, hogy még egy idegen világban is azonnal feltalálja magát. Mint annak idején Thornak, hát neki sem nőtt be még a fejelágya. A halálos fegyver analógiánál maradva olyan ő, mint egy nőnemű Martin Riggs, meglehetősen infantilis, durbele figura, és ugyan öngyilkos hajlamokkal nem rendelkezik, de azért vígan beleröhög a halálképébe. Mindezzel együtt abszolút kimaxolja a mai modern nők emancipálódott nemek felett álló archetipusát, akiből azért hiányzik az a fajta magasztosság, ami Diana Prince-t olyan nagyjá tette. Persze Carol Danvers soha nem is akart hercegnő lenni, inkább az a fajta fiús lány, aki nincs tisztában saját nőiességével, vagy csak nem igazán érdekli. Talán emiatt könnyebb is vele azonosulni, mint felnézni rá. És ezzel nincs is semmi baj. A bajok forrása inkább abban rejtőzik, hogy az írók az infantilis figurához infantilis humort párosítanak, és azon belül sem azt a csattanósat, mert hát sem a Thor Ragnarök, sem pedig a galaxis őrzői nem a kifinomult poénjaikról voltak híresek, mégis a jelentős részüket a mai napig idézgetjük. És ha már szóba kerültek James Gunn és Taika Waititi rendezései, míg az ő filmjeiknek volt egyénisége, a Marvel kapitány ebben sem tud kitűnni, és a látványvilágát is maximum úgy jellemezhetnénk, hogy korrekt. Mint hogy végső soron a film is. Értékelendő, hogy a Marvel kapitány rendező párosa, a független filmek világából érkezett Anna Boyden és Ryan Fleck a nagy CGI csaták helyett felépített díszletekben és betanult koreográfiákban hittek, de még az előbbiek tényleg jól visszaadják a 90-es évek milliójét, addig az utóbbiak inkább csak kötelező jellegűnek hatnak. Humor tekintetében Larson még akció közben is oda teszi magát lobbanékonyságával, de a csörték, legyenek kéziek vagy űrhajók között lezavartak, ezzel együtt sem lesznek emlékezetesek. És hiába választottak egyéni szerkezetet a figura előtörténetéhez, azaz, hogy kiforrott szuperhősként ismerjük meg, aki múltjában elmélyülve tárja fel azt, hogy honnan jött, a film végső soron ugyanazt a mantrát mondja fel, melyet a legtöbb moziverzumos társa. Fogadd el, ki vagy, és akkor hősként is helytállhatsz. Ami pedig a film fordulatait illeti, a Disney szivárgásoknak hála egy részüket kilométerekről lehet látni, egy más részük viszont egészen új színben tünteti fel az MCU világát. Szóval formulák ide, felejthető világépítés oda, a Marvel kapitány bizonyos tekintetben azért mégiscsak ott hagyja lenyomatát a filmes univerzum egyre bővülő palettáján, még ha összességében kicsit szürkének is hat.
A Marvel kapitány jól megidézi a 90-es évek világát és filmzsánereit, ugyanakkor nem csupán a múlt előásása miatt tűnik a vitasnak. Kiszámítható poénjainak és fordulatainak, egyéniséget nélkülöző akcióinak és látványvilágának, valamint sokszor hallott tanúságainak köszönhetően kicsit erőtlennek tűnik, amiből azért messze kiemelkedik a címszereplőt alakító Brie Larson, akár önmagában is, akár Samuel L. Jackson társaként.